Javában készül a Grosics Akadémia U15-ös csapata a szombati Videoton elleni NB1-es bajnokira. A könnyűnek semmiképpen sem ígérkező összecsapás előtt a gárdának erőt adhat, hogy a keret három játékosát, Csúri Martint, Csorba Martint és Kovács Aurélt is behívták a legjobbak közé. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam. Egész héten készültem rá, hogy minden jól menjen. Úgy gondolom, jól is sikerült. A válogatottba behívott 24 játékos vasárnap egy rövid tréningen vett részt, hétfőn pedig két edzés következett. Kettő edzésünk volt reggel meg délután. A reggel edzés az ilyen technikai meg taktikai meg gyors labdajáratás volt a lényeg. A grosicsos játékosok helytálltak a legjobbak között, és bíznak abban, hogy a folytatásban is részt vehetnek a válogatott munkájában. A kemény munkával, tehát alázatosak, szorgalmasan dolgoznak minden egyes edzésen, a mérkőzéseken oda teszik magukat, igazából a mentalitásukkal, a taktikai tudásukkal és a technikájukkal tűntek ki. A Grosics Akadémia U15-ös csapata fél évkor a 15. helyen végzett az NB1-es bajnokságban. A télen több új játékos érkezett, és a 6-7-es kemény felkészülési programot is elvégezte a csapat, így joggal reménykednek abban, hogy tavasszal sikerül megőrizni az első osztályú tagságot.